Amikor egy közösség megmozdul egy jó cél érdekében, az már fantasztikus dolog, és a települési értékek gyűjtése egy ilyen jó cél, és hát tegnapi nap kiderült, hogy tényleg ez meg is mozgatja a közösséget, és hát olyan hatalmas tudás van ezekben az emberekben, akik szívesen adják is az értékek feldolgozásához a tudást, hogy tényleg egy nagyon pozitív érzésekkel jöttünk el a fórumról, ami most elindult. Ez egy hosszú folyamat első állomása, és hát elindul majd egy nagyon jó értékgyűjtő program a közösség együttműködésével. A fórumnak az előzménye két dolog volt. Az egyik, hogy polgármester úrunk a Veszprém megyei értéktárbizottság alelnöke, és hát úgy gondolta, hogy nagyon fontos lenne most már Sümegen is elkezdeni ezt a tevékenységet, hogy ne egy fehér folt legyünk Veszprém megye palettáján. A másik, ami hozzásegített a fórum megszervezéséhez, hogy egy sümegi szimpózium keretében beszéltünk a települési értékek gyűjtéséről. És hát ezen felbuzdulva lett megszervezve ez a fórum, és az volt a célja tényleg, hogy megnézzük azt, hogy van-e a közösségbe erő és szándék arra, hogy elkezdjük a közös munkát. Muszáj volt egy szakmai tájékoztatást adni az eljött a vendégeknek, mert hogy a 2012-ben született Hungarikum törvény elég rugalmas, és pontosan nem szabja meg, hogy milyen keretek között kell az értékeket gyűjteni, de mégiscsak vannak olyan irányok, amiket meg kell tartani. És ezekről az irányokról beszéltünk, és utána kezdődött el a közös munka. Polgármester úrral együtt találtuk ki a programnak a felépítését, és a szakmai tájékoztatást követően kértük a megjelenteket, hogy írjanak ezzel minimum 5 értéket, és ezeket összesítettük. Nagyon nagy öröm volt, hogy fiatal értékőrök is részt vettek ezen a programon, és segítették a munkánkat, hiszen látjuk, hogy amit elkezdtünk 2016 év végén, az még mindig nem fejeződött be, a fiatalok aktívak részt vesznek, és hát a másik pedig, hogy az idősebb korosztály is elég szép számban részt vett, és most ez a generációk közötti párbeszéd, ez nagyon szépen megjelenik ebben a programban. Ez az első fórum volt, és azért látjuk, hogy a civil szervezetek vezetői résztvevői, akik igazán aktívan részt vesznek, de én úgy gondolom, mindenkire számítunk. Most ez tényleg eléggé széles spektrumot felölelő célcsoport, de nagyon fontos, hogy a lakossághoz eljusson ez a kezdeményezés, és akkor ők eldönthetik, hogy szeretnének részt venni benne, vagy inkább csak a háttérbe figyelik, hogy milyen értékek vannak, hiszen a sümegi értékek mindenkié, mindenki, aki itt lakik, és biztos mindenkinek van olyan érték, ami szíve csücske és szép, és szívesen feldolgozná, szívesen részt venne ebbe a programba. De tényleg így az intézményvezetők, a művelődési központ, könyvtár, emlékház kollégái, és a civil szervezetek tagjai, akikre kiemelten számítunk ebben a programban.